Február 14-én délelőtt különös látvány fogadta a református templom környékén járókat. Egy markológép egyre mélyebb és mélyebb régészeti kutatóárkot ásott a templom kertjének északi és déli csücskében a torony mellett. A régészeti feltárás okáról kérdeztük Gacsályi Gábor nagy tiszteletű urat, a református egyházközség vezetőjét. Szeretnénk diszkertté tenni a templom kertünket, ahhoz viszont, hogy ezt a munkát elkezdhessük, szükség van arra, amit itt végeznek ezekre a kutatásokra, kutatóárkokra, és tulajdonképpen ezt tette szükségessé. Egy-egy ilyen régészeti feltárás sok izgalmas kérdésre adhat válaszokat, illetve erősíthet meg feltételezett ismereteket városunk régmúltjával kapcsolatban. Az ásatást a Hajdúböszörményi Hajdúsági Múzeum munkatársai végezték Pálint Marianna régész vezetésével. A református templomkert rendezéséhez kapcsolódóan került sor erre a próbafeltárásra, ugyanis néhány mélyebb műtárgyat fognak elhelyezni a templomkertbe, és nekünk a feladatunk az volt, hogy meghatározzuk azt a szintet, azt a mélységet, ahol a régészeti objektumok, régészeti jelenségek jelentkeznek, és lehetőség szerint úgy helyezzük el ezeket a műtárgyakat, hogy ezek ne érintsék ezeket a jelenségeket. Két helyen nyitottunk két kis szelvényt, a templomnak a déli oldalán, dél-nyugati sarkánál, illetve a templom észak-nyugati sarkánál nyitottunk egy-egy szelvényt. Érdekes módon, annak ellenére, hogy az északi oldalon kevesebb mindenre számítottunk, most pont úgy tűnik, hogy az északi oldal lett az érdekesebb és az izgalmasabb és a gazdagabb szelvényünk. Ott egyrészt megtaláltuk a templomerődítésnek a maradványát, északi falszakaszát, eléggé romos állapotban, bár ez számomra nagy meglepetés volt, hogy gyakorlatilag alig-alig volt megalapozva, néhány sor tégla alkotta az alapját ennek az erődítésnek, így tényleg kérdéses, hogy mekkora harcászati katonai jelentőséggel bírt ez annak idején. A déli oldalon nyitott szelvényünkben igazából csak az újkori feltöltési rétegeket tudtuk megfigyelni. A kisméretű szelvényünkben már mintegy 3 méter mélységben még mindig csak az újkori modern építési törmelékeknek a szépen egymásra rétegződött sorrendjét tudtuk megfigyelni, és régészeti jelenségre még ebben a mélységben sem bukkantunk, úgyhogy minden valószínűség szerint az árpádkori temetkezések még ezen szint alatt helyezkednek el, így ezeket a templomkert rendezése során semmi esetre sem fogják elérni. A déli oldalon annak ellenére, hogy nem túl sok minden került elő, de szolgáltatott egy olyan leletet, illetve leleteket, amelyek a feltételezett középkori templom meglétét bizonyítják. Az érdekessége ennek a déli oldalon megnyitott szelvénynek viszont az, hogy 3 méter mélységben több megfaragott téglalap hasáb alakú kvádárkövet, terméskövet találtunk, amelyekről feltételezhetjük, hogy még a legelső árpádkori templom alapozásához tartozhattak. Az északi szelvény mintegy 2 méteres mélységben szolgáltatott egyfajta bizonyítékot arra, hogy városunk már az Árpád korban is lakott volt, és a középkori templom megépülte előtről való lehet. Annak ellenére, hogy az északi oldalon nem sok mindenre számítottunk, ott egy körülbelül egy olyan 2 méteres mélységben találtunk települési objektumokat, pontosabban egy kemencének az omladékát és magának a kemencének a tűzterét találtuk meg, illetve annak egy részletét, ami beleesett a szelvényünkbe. Ez minden valószínűség szerint korábbi lehet, mint magának a templomnak az építése. Így a formájából ítélve egy klasszikus körte alakú árpádkori kemencének egy részlete esett bele a szelvényünkbe, amely ténylegesen korábbi lehetett, mint a templom. Ugyanis a templom felépülte után nyilván itt a cinterem környékén a települési objektumok azok nyilván távolabbra csúsztak, és ez a templom környéke az megmaradt megszentelt földnek, szent területnek.
és utána már csak temetkezési célból használták ezt a területet. De a későbbi korok is itt hagyták üzenetüket, például puskagolyók formájában, ami igazolja az erődfal meglétét, még ha olyan is volt, amilyen. Több kilőtt muskétagolyót találtunk, amely ténylegesen arra utal, hogy amikor az erődfal még állt és funkcionált, akkor ténylegesen kisebb-nagyobb csetepatékra sor került itt az erődfal környékén. Tehát valamilyen ostromra, támadásra, portjára sor került, előfordult itt a templom környékén. Dióhéjban ez a múlt. De milyennek is gondolta az egyházközség azt a díszkertet, ami még ebben az évben elkészülhet, s amelyet a régi, új, gyönyörű, szép kovácsoltvas kerítés vesz majd körbe? Álmom és a látásom az volt, hogy egy olyan templomkertet, és annak a tervét készítessük el, és valósítsuk meg, ami tulajdonképpen körbeveszi az egész templomot, tehát mint egy sétány. Ez a sétány nem egy ilyen téglalap alakú, meg olyan sétány lenne, amilyen a templomnak az alakzata, hanem egy növényi ornamentikát követne, hiszen a növény, ugye az közel áll az emberhez, az növekszik, az ég felé törekszik, és ezzel is kifejezését adnánk annak, ha szimbolikusan is, hogy élet van. Élet növekszik Isten felé, és egyszer véget ér az örök életbe. Na most itt lennének pihenő részek, lennének kiállító részek, lenne rózsakert, 60 féle növényzet lenne itt elhelyezve, pihenőkkel, és lenne egy adfontész, egy kút is tulajdonképpen, ami a reformációra utalna. Ezt az eredeti tervet a mostani feltárás picit módosíthatja, és úgy eszmei értékben, mint látványban, látnivalóban nagyon sokat tehet hozzá. Én, amit fontosnak tartottam és tartok, megtalálták a régi, de azt körülbelül tudtuk is, hogy hol van a régi templom kerítésnek a helye, illetve a falnak a helye, és abból megtaláltak bizonyos részt, és én azt kértem, hogyha lehet, azt tegyük láthatóvá. Tehát felülre egy üveg, még ha drágább is lesz, és akkor lelátunk, hiszen ott tégla van, kövek vannak. Ezt egyébként úgy szokták elvégezni, hogy felhozzák a felszínre, és akkor mai téglából kirakják azokat a dolgokat. Ha ez nem lenne nagyon drága, bár elég sok kiadása van az egyházközségnek a templomkerítéssel kapcsolatban, én arra kértem a Mariannát, aki vezeti ezt az ásatást, hogy nézzen már utána, hogy mennyibe kerülne, mi szükséges, hogy ugye ne omoljon be a föld, és valóban a templomot látogatók, azok megláthassák a régi köveket és téglákat. Mint hallhattuk, a kertépítése tehát egyáltalán nem fogja zavarni több méter mélységben eltemetett őseink örök álmát, ám minden bizonnyal ismét gazdagabbak leszünk múltunk aprócska szeletével, és egy nagyon szépen megépített templomkerttel.